A zenekarok utcai felvonulása a muzsika ünnepe Las Vegasban szokásos program. És a nevéből kitalálható, hogy a tolnai Las Vegas valami hasonlót szeretett volna meghonosítani. Évekkel ezelőtt a tolnai ifjúsági fúvózenekar gondolt egy merészet, és életre hívta ezt a látványos programot a városlakók és a fúvózene barátainak nagy örömére. Na meg a környék együtteseire is, hiszen különleges élmény az utcán vonulni, muzsikálni és fogadni a közönség elismerését. Sajnos a vírusjárvány elleni védekezés miatt hozott rendelkezések a Las Vegas életébe is törést hoztak, de megtörni, látva az érdeklődők számát, nem tudták. Keverednek itt a műfajok, hiszen minden zenekar a szívéhez leginkább legközelebb álló zenével szórakoztatja a nagy érdeműt, aki aztán kíséri is a zenés menetet, ezúttal a Makáz udvarára, hiszen a Las Vegas nem csak a felvonulásról szól, a zenekarok képzeletbeli színpadon is helyt állnak. Tadi Gergely mosolyogva érkezett a csapata élén, amiben biztosan szerepet játszott a megnyugtató tény, nem lett vészhelyzet áldozata a dédelgetett álma. Nagyon örülök neki, hogy a pandémia ellenére is azért ezt meg tudjuk tartani, ezt a rendezvényt, és hál' Istennek nagyon-nagyon sok érdeklődő jött ma is ki. Igazából a gerince a fesztiválnak az megmaradt ugyanúgy. Új zenekarok érkeztek hozzánk, és ők nyilván teljesen más műsort is fognak játszani, mint akár a korábbi zenekarok, úgyhogy ezzel próbáltuk színesíteni az idei dolgot. Gergő azt mondja, nagyon bízik abban, hogy lassan sik lesz a fúvó zenekarok között eljönni a Las Vegasra. Már idén sem nagyon kellett nógatni a csoportokat a részvételre. Egyelőre én hívom meg a zenekarokat, illetve hát volt már jelentkező külföldi együttesektől, csak sajnos még az anyagi háttere ennek még nem adott, úgyhogy, de a tervekben benne van az, hogy a következő években szeretnénk külföldi zenekarokat is meghívni. A szomszédvárból Szexárdról érkező Aliska Brass Band számára is jó lehetőség volt a fellépés. A muzsikus barátság pedig összeköt, hiszen Maul Péter Karnagy is a tolnai zeneiskola tanára, így hát félig meddig hazai pályán muzsikáltak. Nagyon jó kezdeményezés. A fúvózene ma nem az átlagos embereknek nem a szíve csücske, hogy így mondjam. És itt egy kicsikét visszatérünk a fúvózenéhez, és aki esetleg nem szerette még eddig, vagy nem is foglalkozott vele, itt meghallhatja, és jó számokat számára is érdekes számokat hallhat. Ez a tolnai ifjúsági zenekarnak köszönhető szerintem. Az utóbbi években, ahogy fölépítette a közönséget is, meg a zenekart is. Ez is egy fellépési lehetőség, ráadásul közönség előtt, tehát egy nagyobb számú közönség előtt, ami nagyon inspirálja az embereket, a muzsikusokat a szép zenélésre. Az, hogy nem kettő-hárman lényzengenek ott, hanem tényleg van egy olyan közönség, amelyik szereti ezt és érti, tapsol. És a tapsért mindent megtesz a jó muzsikus. Na ebben már mint tapsban nem volt hiány, persze jó muzsikában sem. A Las Vegas szervezői pedig újabb kezdeményezéssel szeretnék már a jövő esztendőben is színesíteni a programot. Hát volt egy olyan ötletünk, hogy tartanánk egy Big Band napot is, mert ugye az első napunk az Brass Bandes, tehát ez az utcazenélős partizós nap, a következő nap az a fúvózenekaroké, és akkor tartanánk mondjuk vasárnap egy Big Bandes napot is. Ha minden jól megy, jövőre már az eddiginél is nagyobb kavalkád zajlik majd az utcákon, tereken, színpadon vagy színpadokon, ha kellő jelentkező lesz. Képzeljenek el egy hétvégét, amikor sokféle muzsika és sokféle előadó lepi el a tolnai utcákat, és összeköti őket a fúvózenéhez való elköteleződés és a közönség magas szintű szórakoztatása iránti elhivatottság.